Számos program a reptéren, sok-sok bogrács, mindegyikben finom étel, jó hangulat. Rövid körkép a 18. birka és lambucfőző örömnapról. Mostani anyagunkban bepillantást nyerhetnek az elkészült ételek sokaságába. Birka és lambucfőző örömnap, idén már 18. alkalommal. Hosszú sorban sorakoztak a bográcsok, bennük a finomabbnál finomabb ételekkel. Minden infót be akartam gyűjteni, mivel eddig még nem sok örömnapon voltam, ez a rendezvény rengeteg újdonságot tartogatott számomra. Elképesztő illatok, egymást követő színes programok, könyvpavilon, kezdjük az elején. Mondhatnánk úgy is, hogy először felderítő útra indultunk. A sétán közben meggyőződhettünk arról, hogy városunk pénzügyminisztere új oldaláról mutatkozott be. Mi az, ami most éppen készül? Hát ez nem egy szokásos étel lesz, vagy tepertő, vagy tejbegríz lesz. Ha nem szúrom el, akkor tepertő, de úgy érzem, hogy a illatából adódóan ez már jó lesz. Mikor érkeztek? Hát 7 órakor. 7 órakor itt voltunk, csak a pörkölt egy kicsit gyengén fő, ezen a szabad tűzön sokkal jobban, sokkal gyorsabban megfő. De hát délre gondolom készen leszünk. Senki nem marad éhen. Önkormányzattól vagyunk meg a baráti kör, a magyar-német baráti kör, így egybe vagyunk, és akkor így egy közös, megosztjuk a ételt, az italt, és így egybe ünnepelünk a mai nap. Az idő gyönyörű, hangulat jó, szerintem jól fogjuk érezni magunkat. A Hungaroszpa dolgozói rendszeres résztvevői a rendezvénynek, kisebb csapatokban több bográccsal települtek ki. Hosszas előkészületet igényel egy ilyen főzés, ők is már kora reggel a helyszínre értek. 10 óra van, már nagyon sok ételfő, itt éppen mi készül? Most éppen 2 bogrács birka pörkölt. És hogy érzik magukat, milyen a hangulat? Jó. Csak kezd melegünk lenni, meg a füst. Mindegyik birka főző napon kin voltak eddig? Azt hiszem, igen. A fürdő lány csapata remek ételt mutatott nekünk, amikor odaértünk hozzájuk. Az illattal is elteltünk volna, hát még a látvány, csülökpörköltet főztek. Hát van benne hagyma, piros paprika, só, bors, fokhagyma és a húsunk. Azért ez nehéz ételnek tűnik elkészíteni, hosszas előkészületet igényel. Milyen, mikorra érkeztetek? Hát reggel 6-kor jöttünk ugye a szállodába, és akkor onnan jöttünk olyan 3-4 fele, és akkor gyorsan pirítottunk egy kis szalonnát, amit reggel ide megettünk, és aztán szépen feltettük a hagymát, megpirítottuk bele a húst, és 8 óra fele tettük fel. Még azért korán van, viszonylag korán van, de azért itt, ti már több órája itt vagytok, hogy érzitek magatokat? Jól érezzük, köszönjük szépen, az ételünk az nem soká készen is lesz, számáljuk a többieket, hogy jöjjenek ki. Nem mentünk messzire a következő interjúig. Mi a délelőtt közepén érkeztünk, de akkor már bőven bográcsban voltak az alapanyagok, sőt. Van, aki már nagyon korán idejött, és nagyon korán elkészült, hiszen készen van az étele. Mikor érkezett? Kezdjük sokkal. Mi jöttünk úgy, az 6-kor gyülekeztünk, 7 órakor idekint voltunk. És mi az ön receptje? A receptje? Különös, nem kell jó hús, egy kis piros paprika, só, egy kis paradicsom paprika, és jó kedv hozzá, feltétlenül. Meg egy kis ital, ha jól látom. Meg egy kis ital lesz, feltétlenül, egy kis söröcske, előtte pedig jófajta szilva pálinka, amit mi főzünk saját magunknak. Tessék, Ferenc? Nagy Ferenc vagyok, és itt vannak a főzőtársaim a háttérben, csak nem jönnek ide, Kígyósné Szilvi, ugye, és Jenei Dávid. Így főztük ezt hárman. És önnek mi volt a szerepe? Hát a hús felkészítésében segítkeztem, hogy miből mennyit tegyünk bele, hogy kezdjük el a főzést. Utána a fiúk tüzeltek, kavargatták, és akkor így összejött a pörkölt. Marinka Sándorral pedig egy kicsit visszatekintettünk az elmúlt évekre. Voltatok már korábbi években is? Hát 10 éve egyfolytában, igen, mióta itt dolgozok a cégnél. És ennyi idő alatt mi az, ami a legjobban tetszik? A fürdőben a lányok, nem tudok itt mondani erre, hát jó kérdés. Minden, ami itt van, az egész. Jó hangulat szokott lenni? A vége fele már igen, meg eleinte is. Hát barátokkal vagyunk itt 4-5-en, közvetlen kollégák,
Jó, mindig jó. A termálhotel csapata 6 órakor érkezett a helyszínre, akkor pakoltak ki. Az idei volt az első alkalom, hogy főztek is. Tavaly voltunk itt csak látogatóban, mert tavaly még így az étterem részéről jöttünk, mert több egységről vannak kint. És most így az ételemről úgy beszéltük meg, hogy most kijövünk, így főzünk így a csapat. Most próbálkozunk elsőre. És eddig hogy alakulnak a dolgok? Hát eddig hát kézbesítettünk, odafigyeltünk, lenne igen a hús. És eddig minden rendben van. A hangulat tökéletes. Mindenki röhög minden, belenesen a pográcba. De egyébként minden rendben van. Várjuk a végét, hogy sikerül az első főzésünk. Mennyi idő még elkészül? Szerintem még vagy másfél óra, két-három óra az, amire készen lesz. Ez egy közép kategóriájú birka, szóval az még alakulnia kell. De hát rajta vagyunk. Ebből lesz egy kis csülkös pacal. Lényegében az első birka és lambusz főző örömnapról kezdve résztvevői vagyunk a rendezvénynek, és hát egyre inkább többen jönnek erre a rendezvényre, most már nem csak Szoboszlóról, hanem a megyén belüli tűzoltóságok részéről is, illetve hát kiegészítettük ezt az egészet egy hagyományőrző tűzoltó találkozóval, illetve egy megyei önkéntes tűzoltó versennyel is. A mai rendezvénynek pedig bízom benne, hogy egy nagyon kedves színfoltja lesz a balkányi óvodásoknak egy tűzoltási bemutatója. Csak hallottam még róla, én se láttam, de akik mondták, nagyon csodálatosan csinálják a kisgyerekek. Úgyhogy ez biztos egy üde színfolt lesz az eseménynek. Kisebb és nagyobb súlyok, erő és energia, fiúk és lányok. Az erős emberek bemutatójára nagyon sokan voltak kíváncsiak. Teljesítményük mögött komoly munka van. Mennyit edzel hetente? Heti 3 edzést. És hogy néz ki egy ilyen edzés? Guggolás, fekvenyomás, felhúzás, és a végén kiegészítő. Mi az a legnagyobb súly, amit meg tudsz emelni? Guggolásban 120 kg, fekvenyomásban 55, és felhúzásban 130. És mi a legnagyobb, eddigi legnagyobb eredményed versenyen? A junior abszolút magyar bajnokság. Ételekkel, italokkal eltelve kicsit magunk mögött hagytuk a bográcsokat és a programokra koncentráltunk. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kihelyezett könyvárusító pavilont állított fel, ahol egységesen 50 forintért lehetett könyvet venni a filléres könyvásáron. Ezen kívül tűzoltó bemutatót is láthattak, erről külön adatot készítettünk. Bár az időjárás időnként úgy tűnt, hogy közbeszól, sztár vendégén Charlie érkezett, akinek koncertjén picit ugyan esett az eső, de végül ez nem szakította félbe a fellépését. Így telt el a 18. örömnap.